Egyre élesebb hangon kritizálják Magyarországot Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tanácsadói. Legutóbb Mihály Podolják elnöki tanácsadó háborodott fel Dúró Dóra kijelentésein, és megegyezte, eljön az idő, amikor Magyarország abszolút hűséget fog tanúsítani Ukrajna felé. A magyar kritikus nyelvezet nem szokatlan, az elmúlt időkben Egyre jobban elmérgesedik a vissza, hogy Magyarország és Ukrajna között. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Egyre durvább és élesebb kijelentéseket hallani ukrán vezetőktől, Volodymyr Zelenszky közvetlen környezetéből. Legutóbb Duró Dorának, a mi hazánk mozgalom elnök helyettesének az interjúja okozott felháborodást. A Diszveszcia orosz lapnak Duró úgy nyilatkozott, hogy Magyarország nem lelkesedik azért, hogy Ukrajnát az Észak-Atlanti Szövetség tagjai között lássa, különösen a kárpátaljai magyarok helyzete miatt. A mi hazánk politikusa szerint az orosz katonai hadművelet eleve részben azért indult, hogy megakadályozza Ukrajna NATO-ban való integrációját, így úró szerint a csatlakozás a teljes körű konfliktus kirobbanásának kockázata nélkül csak akkor lehetséges, hogyha Oroszország is jóvá ezt a lépést. Ezután Olah Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvívője emlékeztetett, hogy Ukrajnának szuverén joga szabadon megválasztani a biztonsági lehetőségeit, és ezt a jogát többek között egyébként Magyarország is megerősítette korábban. Dúrónak azt üzente, hogy ne árulja el népe emlékét. Szerinte Magyarország az elmúlt időszakban gyakran megsértette az Európai Unió egyik alapelvét, a szolidaritást. Nikolenko szerint el kellene gondolkozni azon, hogy Magyarország kinek az oldalán áll. Mihály Lopodoljak ennél azért jobban kikelt, Zelenszky tanácsadója szerint Magyarországnak nem kellene kommentálnia Ukrajna szuverenitásáról is saját választásukról szóló döntésüket, ahogyan sérelmezte azt is, hogy bármilyen engedét kellene kérniük Oroszországtól. Egyetlen engedét kell kapnunk tőlük, Oroszország megszűnését fogalmazott. Megjegyezte azt is, hogy Magyarország tehet bármilyen kijelentést, mert miután Oroszország elveszíti a háborút, az olyan országok, mint Magyarország, Abszolút lojalitást fog tanúsítani Kijev iránt, számolt be az elnöki tanácsadó szavairól az Unian. Ukrajna és Magyarország kapcsolata politikai és diplomáciai szinten finoman szólva sem rózsás. Az ország NATO csatlakozásával kapcsolatban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is okozott némi felhördülést miután megdöbbenését fejezte ki Twitter oldalán ilyen Stoltenberg NATO főtitkár Kievben elhangzott szavai miatt, amelyben azt állította, hogy Ukrajnának a NATO-ban van a helye, és ebben minden tagállam egyetért. Csak hogy Magyarország abban a tekintetben nem ért egyet, hogy a kárpátaljai magyar kisebbséggel szembeni hatalmi visszaélések rendezéséig egyáltalán nem támogatja a kormány Ukrajna uniós, sem NATO csatlakozását. Ahogyan az is felháborodást váltott ki Ukrajna részéről, hogy Magyarország több más közép-európai országgal egyetemben gabona tilalmat vezetett be a keleti szomszédjától érkező agrár termékekre, mivel azok nem az eredeti céloknak megfelelően az éhezéssel sújtott afrikai országokba lettek elszállítva, hanem megragadtak közép-kelet-európában, ami viszont súlyos agrárválságot idézett volna elő, többek között a magyar gazdák körében is. Arról nem is szólva, hogy az ukrán agrárgazdaság nem is felel meg az uniós szabványoknak, a mérgezőnek számító permetező szerek tekintetében az ukrán gabona szennyezetnek is minősül. Ugyancsak a napokban hangzott el az a felháborító kijelentés is Ole Ustenko, ukrajna elnökének gazdasági tanácsadójától, mely szerint kijelenthető, hogy a magyarok fizették azt a kést, amivel az oroszok levágták egy ukrán katona fejét. Emlékezetes, hogy pár napja vérfagyasztó videó került fel az internetre arról, hogy orosz katonák Bakhmutban különös kegyetlenséggel lefejeznek a kamerák előtt egy ukrán foglyot, akiről ráadásul később kiderült, hogy a kárpátaljai nagyszőlősről származott. Szerhi Pataki feleségével, hat éves kislányával és másfél éves fiával élt a negyedrészt, magyarok lakta 25 es városban. Pataki Bakhmutban szolgált, még márciusban halt meg a fogságba esélyt követően, viszont a borzalmas felvétel a haláláról csak most áprilisban került nyilvánosságra. Az elnöki tanácsadó egyébként azért fogalmazta meg ezt a meghökkentő állítást, mert szerinte Magyarország az Oroszországgal kötött energetikai együttműködésének erősítésével lényegében csak meghosszabbítja a teljes körű háborút. Usztenko még arra is kérte az Európai Uniót, hogy akadályozza meg a két ország együttműködését. Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter egyébként azzal magyarázta a moszkvai tárgyalásait, hogy Magyarország fizikai adottságai miatt egyszerűen nem tehet mást, mint hogy Oroszországtól biztosítja az energia szükségletének jelentős részét. A kegyetlenkedések miatti közvetlen felelősséget nem csak Usztenko, hanem Podoljak is felvetette. A tanácsadó még tavaly nyáron reagált Kövér László házelnök szavaira, az országgyűlés elnöke még a hírtévének nyilatkozott úgy, hogy kiállnak ugyan Ukrajna szuverenitása mellett, de a 30 évnyi segítségnyújtás ellenére Ukrajna barátságtalanul is ellenségesen lépett fel a magyar kisebbséggel szemben az utóbbi években. Zelenszky rendszeres bírálatával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy az egész világ értetlenkedve figyeli az ukrán elnök magatartását, Amióta a veszemet tudom, emlékszem rá, hogy egy segítségre szoruló bajban levő ország vezetője olyan hangot mert volna megütni bármikor, bárkivel szemben, mint amilyen hangot Delenszki úr, nem csak Magyarországgal szemben, hanem mondjuk a német kancellárral szemben is a nagyköveten keresztül megüt, fogalmazott az interjúban. Az ukrán nagykövet egyébként sértődékeny májas hurkának nevezte Olaf Scholzot egy izben. Erre a házelnök interjúra reagált Podolják úgy, hogy az európai család egyetlen problémás ország a Magyarország, ami minden reakciót megakadályoz Oroszország rémtetteire. Ez ugye egyébként nem igaz, hiszen a szankció kritikus álláspont ellenére a magyar kormány szinte minden szankciót elfogadott az Európai Unióban. Podolják szerint Budapest kérkedik a kannibál álláspontjával, és ezt a történelem nem fogja díjazni. A tanácsadó szerint Magyarország szándékosan váltja, olajmédes kalácsokra az elhunyt ukrán gyermekek lelkeit. De nem csak a tanácsadókon keresztül üzen az ukrán vezetés, maga Zelenszki is személyesen üzenet Orbánnak egy videós bejelentkezésben tavaly márciusban, akkor úgy fogalmazott, hogy a magyar miniszterelnöknek el kell döntenie, hogy kivel van. Majd összehasonlította a Mariupolban történteket a Dunába lőtt zsidók tragédiájával. Zelenszki azt bírálta, hogy Magyarország szerinte habozik szankciókat alkalmazni, és fegyvereket átengedni az országon, miközben nem haboznak kereskedni Oroszországgal. A választások előtti üzengetést nem felejtette el Orbán sem, aki a negyedik kétharmados győzelem utáni beszédében úgy fogalmazott, hogy a túlerővel szemben sikerül győzniük, hiszen a nemzetködés hadai baloldal, a brüsszeli bürokraták és a soros birodalom mellett még az ukrán elnök is ne ellenük dolgozott. Az ukrajnai vádaskodást a magyar kormány azért is sérelmezi, mert Magyarország a háború kirobbanása óta kiemelten segít a menekültek fogadásában, minden idők legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, és segít kiképezni egészségügyi katonai személyzetet és pénzügyi támogatást is nyújt Ukrajnának. Ám a kölcsönös üzengetést egyébként a társadalom is érzékeli. Ukrajnában például csak Oroszországnak és Fehér Oroszországnak van rosszabb megítélése, mint Magyarországnak, minket Kína, Törökország és Németország követ. De hasonlóan rosszul vélekednek a magyarok Ukrajnáról, különösen a kormánypárti szavazók, míg az összmagyarságot tekintve 60-70%-os az ukránok támogatottsága a Fidesz szavazói körében, ez csak 34%. Az oroszokkal ellenben az összesítés 44%-os szimpátiát mutat a kormánypártiak körében, ez pedig. 54 ot Hasonlóan eltér egyébként a szimpátia az Egyesült Államok felé is, az ellenzékiek 81 a szimpatizál velük, szemben a Fidesz szavazók 37 ával Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretnék támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is meg tudják tenni, a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden megtisztelő felajánlást. Vigyázzanak magukra!